fennállásának 130. évfordulóját ünnepelte a szekszárdi újvárosi római katolikus társaskör. A Szent István házban megtartott ünnepségen felelevenítették az elmúlt közel másfél évszázad történéseit, megemlékeztek azokról a tagokról, akik már nem lehetnek velük, és megköszönték a jelenlegi tagok munkáját. A mai napon egyrészt emlékezni szeretnénk a társaskör elmúlt 130 illetve 25 évére, a másik része a mai napnak pedig az ünneplés része lesz. Megünnepeljük azokat az alapító tagokat, akik annak idején megalapították a társaskört, és a mai napig a társaskör tagjai, illetve megünnepeljük azokat a tagjainkat, akik több mint negyed évszázados tagsággal rendelkeznek. Nagyon sok tagunk van 1992 óta. A római katolikus társaskör a civil szervezetek közül Szekszárdon a legnagyobb, közel 180 taggal működik, és vannak olyan családok, akiknél három generáció is tagja a társaságnak. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, ahol elmondta, hogy a társaskör az elmúlt 30 évben az egyik legmeghatározóbb civil szervezete lett a Tolnai megyeszékhelynek. Nagyon fontos még a társaskör életében, hogy nagyon sok olyan idős emberről gondoskodik, és azoknak ad szervezetten is programot, nem csak az ünnepekben, hanem a hétköznapokban, ami által a tagjaik úgy érzik, a társaskör tagjai, hogy egy második családjuk ez a fajta közösségi forma. A társaskör idén még több nagy eseményre is készül, amelyekre mindenkit szeretettel várnak.